Te nézd meg, mert te vagy a legprecízebb közülünk. Elfogadod így, vagy még csiszolgatom? De nem mondd, hogy igen, mert nem akarok egész éjszakáig csiszolni. Hát csak csiszolni. De ez belemegy a föld alá, hát ezt leégetjük. Ennyi látszik ki. Most ezt minek csiszolni, hogy a föld alatt lesz? Azért annyira ne legyünk precízek, hogy a föld alatt is megcsiszoljuk. Jó. Elfogadod? Hát jó lesz ez így. Vagy? Itt még egy kicsit? Akkor ez? Egyszer átvéve? Igen. Jöhet a következő. Szép őszi napra virrattunk éppen, és társadalmi munkázunk, ugyanis van itt a faluban egy kis egyesület, a Fejlődő Kalaznóiak Egyesület, amit már 15 évvel ezelőtt alapítottak, nagyon jól tették, hogy valami történjen a falu érdekében, és most ide az út szélére, ahol nyáron kiásták ezt a vízelvezető árkot, építünk egy korlátot. Egyrészt elég mély lett az árok, veszélyes, akárki belejött autóval, az pórul jár, másrészt a veszély elkerülés érdekében egy ilyen csíkos szallagot, amit mostanában megijesztettünk, SFS szallagot neveztek el a köznyelvben, feszítettek ki, és hát nem a legesztétikusabb látvány. Úgyhogy meghirdettük a társadalmi munkát, megkértük az egyesület tagjainak apraját és nagyját, hogy gyűjjünk össze, és ácsoljuk meg, építsük meg ezt a kis fakorlátot. Hát egyelőre igaz, hogy még reggel van, az aprajából ketten jöttek el, a nagyjából pedig mi hárman, de reméljük, hogy még a nap végén leszünk többen is. Katinka pesti lányként keveredett Kalaznóra, aztán úgy megtetszett neki a falu, hogy már itt képzeli el a jövőjét. Bendi és Dorci pedig szívesen segítenek a felnőtteknek, amit ki is kell használnunk, mert ugye pár év múlva ez már máshogy lesz. Mennyire akarod? Hát minél beljebb, hogy az út az, érted? De nem, nyilván nem oda, hogy tartsa is, tehát tényleg egy fél méterre beljebb az út szélétől. És akkor ide letennénk kettő oszlopot, és akkor marad még négy, és akkor mondjuk itt a három méter, és akkor ide még 1, 2, 3, ide még egyet. Kiszedjük, vagy mert ráérünk kiszedni? Szerintem szedjük ki, és akkor levágom a fűt. Igen, meg a fűt szépen itt le kéne kasszálni, mert most nem is férünk el, mert szarul is néz ki. Ez innen kijöhet végre. Most levághatom. Itt sügyi. Nem beszél, jó, jó erősen. Jó erősen. Szedés. Itt a kutyaszar, én lépkedek benne. Azt keressük reggel óta, hogy kitaposod bele, aztán most láttam meg itt a lábam alatt. Sajnos pont az én lábam alatt. Az is kész! Azért van benne kilogram. Ugye milyen jó ez a munka megosztás az egyesületben? Katinka csiszol, mi pasik pedig csak nézzük. Ennél rosszabb ne legyen. Nem kellett volna elrosod a Katinka munkáját, sokkal szebben megcsiszolta. És mennyivel jobb munkamegosztás volt, hogy ő csiszolta meg, csak nézted. Két gázpalackom is van itthon. De mind a kettőnek az olyan épp, hogy csak lötyög egy kis gáz, pedig ki kell préseljünk belőlük mindent. Ugyanis az akác oszlopok aját meg kell égetnünk, ezt így szokás csinálni. Pontosan nem tudom, mi ennek az oka. Sokan azt mondják, hogy azért, hogy tartósabb legyen a fa, mások azt, hogy ne menjen bele a bogár. Régen is megégették, akkor tűzbe tették nekünk, most van ugye egy ilyen eszközünk. És aztán átkenjük vastagon fáradt olajjal, és ez a kettő már valószínűleg elég védettséget biztosít ahhoz, hogy ne korhadjon el az oszlopok alja. Az akác egyébként is nagyon jól bírja a nedvességet, és nagyon jól el van földbe. 40-50 évig is úgy, hogy nem dől ki, de így aztán meg a pláne bomba biztos lesz. Thank you.
Azért nem könnyű munka ez a háncsolás, kérgezés. Az sem mindegy, hogy az ember milyen eszközzel dolgozik. Van ez, ami a Zsoltié. Zsolti, egy kicsit hozd ide, létsz ezt a szerszámot. Ez pedig, ez a másik, ez a Létai Zolié, ami nagy öröm nekem, mert a Zoli nagyon büszke a szerszámaira, és nagyon vigyáz rájuk, és azt, hogy ez kölcsön adta nekünk, az egy külön piros pont a Zolinak, köszi Zoli. Viszont össze lehet hasonlítani a kettőt, ez egy ilyen barkácsáruházas, valami modern fejlesztés. Ez pedig egy régi, békebeli, kovácsoltva szerszám, visszadom a Zsoltinak, mert ugye ő a gyengébb, ő dolgozzon a jobb szerszámmal, én meg húzom el a bótival, valahogy csak elkészülök így is. Szia, Ida! Meg se ismertelek, új autód van? Igen! Na, még piroshoz voltam szokva. Hilda a Pityu, a gondokom testvére. Itt nőtt fel ebben a házban, aztán két faluval odébb házasodott. Amikor erre jár, időnként megáll megnézni, mit művelek a szülői házzal. Társadalmi munka van. Az egyesület. Tudod, van egy egyesület itt a faluban. Fejlődő, de már ez 15 éve van, akkor fejlődő kalaznait egyet. Nem is tudtad? Nem. Na hát ős kalaznaik, és nem tudják. Erről van szó, majd most meg tudja mindenki. Haladgatunk szép lassan. Ja, jó is fog kinézni. Jó lesz. Jó lesz. Ha kész lesz. Ja, hát figyelj ide. Ekkora munka az idő kell. Hát ez az. E jó nagy ház. Lesz. Hát, főleg, nagy most tetszia. Ott a mellé. Főleg így, hogy vissza lehet építve ott hátul is minden. Ja, a hordós épület, a papa összetalkotta. Hát jó van. De már hány évig meg volt? Szegény, öreg. Még jó, hogy odáig is tudta csinálgatni. Isten. Na, ha ezt látja föntől, akkor reméljük, látja. Örül a lelke. Mit csináltok? Kerítés! Oda! Nem kerítés, korlátot! Lehet jönni segíteni, társadalmi munka van. Szóltam magam. Nem nagy sebb, de egyébként mély. Fehéredik alul. Szerintem húsigért. Gyengébb idegzetű nézőink most ne figyeljenek. Semmi extra. Csak egy kicsit kivettem a kezemből. Azt mondta Márko, hogy szerencsére megégette, úgyhogy nem vérzik. Ez is egy jó ír. Végül is vérezhetne is, nem? Mondjuk fájni fáj. Állítólag az alkohol az fertőtlenít, úgyhogy ez egy igen, csak jó minőségű pálinka a laznai gyümölcsből. Azt nem tudom, hogy feltétlenítette, de csíp, mint az állat. Komoly. Na jó, szerintem ez le van feltétlenítve. Ebben mi legyen? Ilyen csíp. Hát, ha a gyomromnak is lett valami baja. A vékonyan, és utána végig menjünk a másikkal. Mérjünk egyet. Ez egy jó kis szerkezet. De most egy nagyobb fúróra váltottunk, mert az egy vékony fúrószál, ez meg egy vastagabb vagy szélesebb. Ezzel lehet előfúrni, ezzel a vastagabba pedig kifúrjuk azt a lukat, amivel aztán be lehet tenni az oszlopokat. Ezért elég bivaj kis motor van ebben, úgyhogy ketten-hárman bele kell kapaszkodunk, hogy ne rángasson meg minket, sőt még néha így is megrángat. Úgyhogy ez is emberes feladat, de vannak is itt rá emberek.
Az a baj, ilyen zöld nem van. Jó van, én még nem ittam. De nekem van benzinem. De ez nem zöld. Piros, és az? Mi zöld benzinem? Hát ez olyan hozzá. Az is igaz. Sziasztok! Fordulj! De most mi a különbség a zöld meg a piros között? Sok. Sok? Szia! Szia! Figyelj, te milyen benzint használsz a fűrészhez, vagy a kasszához? Zöldet vagy pirosat? Van neked otthon zöld? Egy fél liter kéne nekünk, mert kifogyott a lukfúróból. Hát pirosom az nekem is van. Zöld nincsen senkinek. Nincs? Kinek le? Megjött az ebéd! Visszatérve a gender témára, Galazón nem csak fát csiszolnak a nők, hanem ebédet is főznek nekünk. Ez ilyen. Mindenki mindent csinál egy kicsit. De milyen az élet? De. Várjál! Hogy van az gyerekek, hogy aki legtöbbet dolgozott, az veszik először, ugye? Akkor mi várunk, mert ti nagyon sokat dolgoztatok, megvárjuk, mi marad nekünk, akik keveset dolgoztunk. Így elég, Bendi. Nálunk Zsolti. Köszönjük szépen, Katinka, az ebédet. Egészséget. Nagyon jól néz ki. Meg az emlédjük. Látszik, hogy apának az a kedvence. Hoppá! Üres a tányér, 2 perc alatt. Közben nem csak belénk, de a lyukfúrógépbe is került energia. Futottunk egy kört a benzinkútra. Ez a 105, nem magas? Szerintem egyáltalán. Legyen ennyi? 105, oké? Okay. Jött a fűrész. Két legvastagabb kintet a középre, és nem így. Ebbe itt megáll a víz, az szétrohad. Ezt majd valahogy így kéne, vagy így, inkább így. Vágunk egy ilyen kis ék alakú vájátot ide, fűrésszel, de beengedjük, és akkor ezt így kivesszük. Pontosabban ezt így. Ennyi volt már ez a korlátépítés, egész pofás lett, és most már senki nem potyan bele az árokba. Lehet, hogy még csinosítunk rajta ezt-azt, és egy lelkes falubeli megérte, hogy lefesti, de a lényeg elkészült. Élet, érzés, Galazno! Bendi, ne kiabálj, tudod, felvétel van. Csendkirály, jó? Játszunk olyat, hogy Csendkirály? Igen. Akkor számolok, 1, 2, 3, utána számolj magadba. Hányig tudsz számolni? 1. 3-ig? Akkor számolj magadba némán 3x3-ig, jó? Figyelj, most kezdődik, mehet!